város már régóta tervezi, hogy a városközpontot átépíti, felújítja, viszont erre az elmúlt évben készült is egy átfogó koncepció. Alpolgármester úr, mit tartalmazott ez a koncepció? Igen, én is úgy tudom, hogy a korábbi önkormányzatok is már gondolkodtak abban, hogy a város központját a tűzoltó toronytól úgy a művelődési házig meg kellene újítani, de most adódott egy pályázati lehetőség, ami az élhető települések nevű pályázati felhívás jelenti, és a város önkormányzata a novemberi ülésén úgy döntött, hogy ezen el kíván indulni. Ebben a pályázati felhívásban nagyon sokféle cél megvalósítására lehetett támogatási összeget igényelni. Ez egy elég hosszas vita volt, de végül is úgy gondolom, hogy a képviselők is teljes egyetértésre jutottak abban, hogy idén inkább a városközpont megújításával fogunk pályázni. Végül is a pályázatunkba belekerült a meglévő kerékpárútunknak a meghosszabbítása a Fűzfa utcától a postáig. Ehhez kapcsolódóan bele kellett, hogy kerüljön az is, hogy a meglévő nyílt árkokat le kellene fednünk, és egy zárt csatornával elvezetni a vizet. Több helyen, ugye elsősorban az Esze Tamás utcai kanyarban, illetve a Mázsaház utcától egészen a postáig, ott már nagyon beszűkül maga az út, ott mindkét oldalon szeretnénk lefedni az árkot, és onnan zárt rendszerben elvezetni a csapadékot. Az egyik oldalán, ugye azon az oldalon, ahol most is megy a kerékpárút, ott végig kerékpárút menne, a másik oldalon viszont szeretnénk a Mázsaház utcától a postáig végig párhuzamos parkolóállásokat kialakítani az út mellett, és akkor azt találtuk a tervezőinkkel, hogy ahhoz, hogy beférjen a kerékpárút, a Dózsa-György utat is kicsit arrébb kell tenni. Ez végül is jó alkalom arra, hogy nyilván az elég rossz burkolatú Dózsa-György útnak legalább egy szakaszát újra burkoljuk. Illetve a pályázatnak része még nyilván a városközpont megújítása, ahol szeretnénk egyrészt ott is a parkolási helyzetet rendezni, elsősorban a Bem utca végén, a művelődési ház és az iskola között. Szeretnénk a mostani kicsit kaotikus helyzetet egy ténylegesen jól kiépített, nagyjából 30 állásos parkolóval rendezni, illetve szeretnénk a Mázsaház utca végén is kialakítani valahol egy 30 állásos parkolóhelyet. Elsősorban mondjuk ugye a mozdony környezetében gondolkodnánk, de az is lehet, hogy a Szent István útnak a Mázsaház utcával lévő kereszteződésében, ott a szelektív kukák környezetében, a zöld felületen lehetne még parkolóhelyeket kialakítani. És nyilván a pályázatunk legfontosabb eleme az magának a városközpontnak a megújítása, a Bem utcától a tűzoltó toronyig. Ennek kapcsán felszednénk a meglévő kis kockakő burkolatot, és később ezt használnánk fel elsősorban az új burkolat kialakítására, és nyilván szükség szerint ezt még további térkövekkel kombinálnánk, illetve ha már felszedjük a burkolatot, akkor szeretnénk a meglévő légkábel hálózatot levinni a burkolat alá, és a meglévő víziközmű hálózaton is elvégezni a szükséges felújításokat, és szeretnénk kicsit parkosítani ezt a környéket, fákat ültetni, bokrokat, zöld szigeteket létrehozni, padokat lerakni, szeméttárolókat többet kihelyezni, és kerékpártárolókat is. A felsorolt elemekkel szeretnénk elérni azt, hogy Ercsiben is létrejöjjön végre egy zöld, korszerű és élhető városközpont. Ez így elmondva is már nagyon sok feladatnak hangzik. Mekkora költségvetéssel tervez a város, és egyáltalán mennyi pénzre pályázhatunk? A pályázatunkban két fő fejlesztési cél megvalósítására pályáztunk. Ezeknek meg van határozva, hogy mennyi a megyei összesített keret, amire az összes település pályázhat, és mi lakosság arányosan úgy kalkuláltunk, hogy a közösségi terek létrehozása cél megvalósítására nagyjából 168 millió forintos keret állhat nekünk rendelkezésre, vagy ennyi az, amire reálisan pályázhatunk. Ugye ebből szeretnénk magát a városközpontnak az élhetőbbé tételét megvalósítani, illetve ebből a fenntartható közlekedés fejlesztési cél megvalósítására pedig 250 millió forint támogatási összeget igényeltünk, ebből szeretnénk a felsorolt közlekedés fejlesztési célokat megvalósítani, ugye még egyszer a Dózsa-György út egy szakaszának a felújítása, parkolók kialakítása, a kerékpárút további építése és a vízelvezetés megoldása. A lakosság már több fordulóban véleményezhette az elképzeléseket. Milyen visszajelzések érkeztek? Annak érdekében, hogy a különböző fejlesztési céljainknak a támogatottságát felmérjük, lakossági igényfelmérést végeztünk.
még december végén. Összesen 559 fő vett részt az igényfelmérésnek az első fordulójában, itt 4 fő fejlesztési célra kérdeztünk rá, és azok az eredmények adódtak, hogy a városközpont felújítását a válaszadók 67%-a támogatta, a parkolási helyzet javítását a városlakók 63%-a támogatja, illetve a kerékpárút meghosszabbítását a válaszadóknak a 66%-a támogatta, tehát ezeknek elég jó a támogatottságuk. Viszont azt az eredeti elképzelést, hogy a művelődési ház és a tűzoltó torony között sétáló utca jöjjön létre, azt a válaszadóknak csak a 35%-a támogatta. Itt elég sok aggály merült fel azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat miért pont a városközpontot kívánja fejleszteni, miért nem a Dunapart fejlesztését folytatja például, vagy miért nem a burkolat nélküli utcák burkolására fordítja a támogatási összeget. Egyrészt azért, mert a pályázati felhívás a utcák burkolására nem ad lehetőséget, de másrészt pedig azt gondoltuk, hogy a városnak szüksége van egy olyan gazdasági, kereskedelmi szolgáltató központra, ami a Dunaparttal ellentétben nem ilyen természetközeli rekreációs célokat szolgál, mert az is nagyon fontos, de úgy gondoljuk, hogy egy tisztességes kisvárosban szükséges, hogy legyen egy olyan városközpont, aminek városias jellege van, és az emberek a mindennapi ügyeik intézésekor itt tudnak találkozni, és itt tudják lebonyolítani ezeket a dolgaikat. Ha jól tudom, az első kör után még egyszer végigfuttatta a lakosságon az elképzelést a képviselőtestület. A második körben milyen visszajelzéseket kaptunk? Igen, azt gondoltuk, hogy ha kicsit jobban kidolgozzuk ezeket a terveket, és részletesebben bemutatjuk a lakosság felé, akkor meggyőzhetők arról, hogy itt tényleg egy szép és élhető városközpontot, sétáló utcát alakítanánk ki. Erre a második igényfelmérésre már kevesebb embernek volt ideje reagálni, mert ez egy rövidebb időig tartó kérdőívezés volt. Itt már csak 150-en jeleztek vissza, de őnekik is a többségük elutasította ezt a sétáló utca koncepciót. Ezért arra jutottunk, közösen a képviselőtestülettel, hogy úgy adjuk be a pályázatunkat, hogy kötelezettséget vállaltunk arra, hogy további tervváltozatokat fogunk még kidolgozni, és ezeket lakossági fórumokon fogjuk bemutatni az érdeklődők felé, meg az érintett lakosság felé, és akkor mindenki elmondhatja majd a véleményét arról, hogy milyen legyen a végleges közlekedési koncepció, vagy milyen legyen a végleges forgalmi rend itt a városközpontban. Mik voltak a sétáló utcával kapcsolatban a legfontosabb aggályok? Természetesen az volt a legfőbb aggály, hogy így a Szent István utcának egy része forgalommentes övezetté válik, és így nehezebb lenne a közlekedés a város egyik pontjából a másikba, nehezebb lenne az iskola megközelítése. Mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen 200-300 méteres kerülőt okozott volna ez több irányból több embernek, egyrészt a Damjanich utca, Táncsics utca útvonalon, másrészt a Mázsaház utca útvonalon, de az is felmerül nyilván aggályként, hogy akkor az említett utcákban megnőne a forgalom. A városvezetés úgy gondolta, hogy nem lenne olyan számottevő a forgalom növekedése ezekben az utcákban, de nyilván majd még részletesebb forgalomfelmérések, forgalomszámlálások lesznek ehhez szükségesek, illetve komoly aggály fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, ha ez a koncepció megvalósult volna, akkor a buszközlekedés a Mázsaház utcába került volna átterelésre. Ugye a Mázsaház utcának az átépítése megtörtént 2016-ban, és akkor olyan szélességű és olyan vastagságú pályaszerkezetet építettek ebben az utcában, ami már számolt azzal, hogy ez elbírja a buszközlekedést. Tehát mi ezt sem éreztük olyan komoly aggálynak, de még egyszer mondom, hogy ezeket még át fogjuk dolgozni, ezeket a terveket, elő fogjuk adni őket lakossági fórumokon, és csak a lakossággal közösen szeretnénk kialakítani a végleges koncepciót, ami mindenkinek megfelel, tehát nem fogunk mi olyan forgalmi rendet bevezetni, aminek ilyen magas szintű az elutasítottsága. Nyilván a város lakosságának a véleménye nagyon fontos ezekben az ügyekben is. Ha a pályázaton sikerül megnyernünk a munkákhoz szükséges összeget, mikor indulhat az építkezés? A pályázat beadási határideje január 14-e volt, mi be is nyújtottuk a pályázatunkat, innentől az elbírálás az irányító hatóság kezében van. Ezzel sajnos vannak korábbról rossz tapasztalatok, hogy nagyon elhúzódott, de most azzal kecsegtetnek minket, hogy a tavaszi időszakra meg lehet a döntés a támogatási kérelmekről. Ekkor indulhat az az előkészítő munka, amiről beszéltem. Elkészítjük a végleges terveket, megvitatjuk a lakossággal fórumokon, utána lefolytatjuk a szükséges közbeszerzéseket, ami
amiken kiválasztjuk a munkának a tényleges kivitelezőit. Úgy gondolom, hogy ez a 2022-es évet el tudná vinni, és akkor a 2023-os év tavaszán lehetne szerintem reálisan nekiállni a kivitelezésnek, de nyilván minden attól függ, hogy mikorra születik meg ez a támogatói döntés, illetve innentől én azt gondolom, hogy egy ilyen egyéves, 9 hónapos átfutással meg is lehetne valósítani a beruházást. A fejlesztés megvalósítása nyilván komoly forgalomkorlátozásokkal fog járni az említett területeken. Szeretnénk ez idő alatt a lakosság megértését és együttműködését kérni, illetve kérjük, hogy figyeljék az önkormányzat tájékoztatásait, és vegyenek majd részt abban az előkészítő munkában, amiről beszéltem, jöjjenek el ezekre a fórumokra, és találjuk ki együtt, hogy milyen legyen Ercsi belvárosának a végleges forgalmi rendje.